Sok szeretettel köszöntöm a mai hitköznapok hallgatóit, nézőit. Tamás Csilla vagyok, és hát mi másról beszélnénk, mint a választásokról ebben az elkövetkezendő két órában, és itt is van velem vendégem, Sebestyén István, a Hetek újságírója, akit köszöntök szeretettel. Szervusz, és köszöntöm a hallgatókat. Még töltjük bele a kávét, de azért reméljük, hogy szóra lehet téged bírni. Ugye az előbb megkérdezte István, azért elárulom ezt a hallgatóknak, hogy miről is lesz szó, miről is fogunk beszélni. Próbáltam felidézni, hogy van az a patkó, hogy ha még emlékszel így az éjszak. Mentségemre legyen mondva, a Hetekben voltam tegnap este, és talán 1:30 elmúlt, hogy hazaindultam, vagy hát a szállásomra indultam, és nem bírtam még akkor se lefeküdni, hanem néztem még a híreket, meg reggel is, úgyhogy ilyen néhány óra alvással vagyok. Köszönöm a kávét. Igen, egyébként hasonlóakat tudok én is elmondani, amikor rég el kellett volna menni lefeküdni. Tehát az embert úgy felpörgette ez az eredmény. Abszolút. Úgyhogy kérdezném is, hogy mi volt így az első benyomás? Hát döbbenet. Ugye szerintem nem volt senki, beleértve a fideszes kampánygurukat sem, akik ezt előre így látták volna. Nyilván a Fidesznél érzékelhető volt egy pozitív várakozás, és nem zárom ki, hogy ők nem csak a győzelmet, hanem a kétharmadot is a lelkük mélyén megkockáztatták. De nagyon a lelkük mélyén, mert de szó igen, nem volt. Igen. Sőt, azért mindenki figyelmeztetett, hogy azért hátradőlni nem lehet. Nyilván ebben van egy olyan is, hogy a saját szavazókat meg kell tartani abban a lelkesedésben, hogy elmenjenek szavazni. Tehát ha előre azt mondjuk, hogy ez már egy lefutott meccs, akkor ez csorbul, ez a lelkesedés. De valószínűleg még ők sem látták ezt, és hát aki ezt legfőképpen nem látta, az az ellenzék. És ez egy megdöbbentő, szerintem az egészben ez a legmegdöbbentőbb, legalábbis számomra, hogy ez azt jelenti, hogy az ellenzék egy olyan óriási buborékba lavírozta bele saját magát, amiben a valósággal csak nyomokban találkozott, mert ugye még az utolsó napokban is azt lehetett hallani, hogy hát itt kormányváltás lesz, meg... Hát én még a kampányzáron is hallottam olyan nyilatkozatot, hogy még az is benne van a pakliban, hogy kétharmaddal győznek. Hát igen, talán azt ők sem hitték el, csak ez meg a másik oldalról van így, csak hogy... Csak ilyet miért kell mondani 7 óra után? Tehát... Én szó szerint megfogalmaztam ezt a kérdést, amit te most feltettél, hogy 7 óra után miért mond olyat az ember, amit lehet, hogy egy órán belül vagy két órán belül nem hogy vissza kell vonnia, hanem hogy ez egy megszégyenítő kijelentés lesz így visszanézve. Egyébként azt hallottam, hogy az ellenzéki eredményváron ott elterjedt még az eredmények beérkezése előtt az, hogy nyertek. És hogy nagyon jó eredményeket. Hát ez a nyilatkozat is akkor hangzott el, igen. És valószínűleg, hogy tehát valószínűleg, hogy ez lehetett mögötte, csak ez meg megint azt jelenti, hogy akkor valami nem működött az ellenzéknél, mert ugye ez az szokott lenni, hogy a szavazó körökből szivárognak ki az eredmények, és még nem lehet egy hivatalos, akár még félhivatalosnak se lehet mondani ezt az eredményt, de egy belső használatra ez már alkalmas, hogy a körzetekben milyen eredmények vannak, pontosabban a szavazó körökben, tehát ahol szavazunk. De ha elterjedt, hogy győztek, vagy nagyon jó eredmények vannak, akkor ez sem működött. Tehát, hogy én tényleg ezt kell mondanom, hogy ez egy nagyon megdöbbentő jelenség volt. Neked személyesen milyen érzéseid voltak a választások a kapcsolatban? Megmondom őszintén, hogy én az utolsó pillanatig még azt sem mertem elhinni. Ugye az összes közvéleménykutató cég azt prognosztizálta, és a Medián meg biztosra, hogy a Fidesz fog győzni. Én még megmondom őszintén, hogy ezt sem mertem elhinni. Én azt nem gondoltam, bár nem akarok úgy tűnni, mint aki utólag okos, de tényleg nem gondoltam, hogy az ellenzék ezt be tudja húzni. De ennél azért egy szorosabb mérkőzésre számítottam. Jól jelzi ezt, hogy én más kollégákhoz hasonlóan
nem tippeltem kétharmadot. Uh-huh. Tudom, hogy nálatok volt egy belső szavazás is, ugye így megtippeljétek, hogy ki hogy fog győzni, de ezen a listán te hogy végeztél? Hát, ha jól emlékszem, valahol az elején még... Uh-huh. még Mi hazánkat te... Én például nem, tehát nem. A mi hazánkat nem. Mandátumban nem én voltam, aki a legkevesebbet tippelte, vagy aki legtávolabb van a valóságtól a Fidesz esetében, de például a mi hazánkat én nem éreztem, és azért nem gondoltam, mert nagyon magas volt a részvétel. És mindenki azt mondta, hogy az a Fidesznek nem kedvez. Hát nem, hogy a Fidesznek nem kedvez, az ugye vagy volt, de a kispártoknak nem kedvez. Na most ehhez képest ugye azt kalkuláltam én félre, hogy a Jobbik az már nem az a Jobbik, ami volt, és viszont a szavazói ott maradtak parlagon, akik viszont egyrészt a Fideszhez, másrészt meg a mi hazánkhoz pártoltak. Uh-huh. Te hogy látod, hogy ennek a nagyon durva különbségnek mi lehet az oka? Hát szerintem ez több rétű. Én a legfőbb oka. A legfőbb oka szerintem az, hogy a termék nem volt jó az ellenzék esetében. A másik oldalon pedig a termék az jó volt olyan szempontból, hogy találkozott az embereknek az aktuális, az emberek legnagyobb részének aktuális felfogásával, érzetével. Mire gondolok? Egyfelől arra, hogy az ellenzék esetében Márki-Zay Péternek a személyisége, mint menet közben kiderült, olyan korlátokat jelent, és olyan korlátok vannak a személyiségében, ami lehet, hogy egy megyei jogú város polgármestereként nem tűnik fel, és ott tud nyerni, de miniszterelnök jelöltként úgy, hogy egy ellenzéki, ilyen nagyon fragmentált közösséget, vagy épp ez az, hogy nem közösség, tehát egy ellenzéki oldalt kellene neki integrálnia, erre neki nincsenek meg a képességei. Tehát ugye itt mondják, hogy a ellenzéki oldalról, hogy a fideszes propaganda, meg a... Igen, tehát a propaganda győzött, ugye ezt mondta Márki-Zay Péter. Hát de ez nem igaz. Tehát, hogy azért nem igaz, mert egyrészt az ellenzéknek is voltak azért, hát 1,5 milliárd forintnyi összeget elköltöttek a Facebookon, tehát, és akkor nem beszéltünk ellenzéki oldalhoz sorolható médiumokról, vagy a nem kormánypárti médiumokról. Tehát egyrészt volt terük, de hát ezt, hogy mondjam, csodát nem lehet művelni, nem lehet egy mosóport eladni, hogyha az a mosópor nem jó. És szerintem ez történt. Uh-huh. Közben itt integetnek a kollégáim, hogy itt van velünk Szalai Szabolcs, az ATV munkatársa, ez igaz? Hello, hello. Jó reggelt kívánok, itt vagyok. Igen. Jó reggelt, szia. Sebestyén Istvánnal, a Hetek újságírójával éppen azt latolgatjuk, hogy vajon mi az oka ennek az óriási különbségnek, ami itt született, amire azért nagyon nem számított senki, ha minden igaz. Hát az, hogy nem számított senki, az nem feltétlenül igaz, olyan szempontból, hogy azért a közvéleménykutatási adatok az utolsó héten megjelent felmérések, azok mutattak egy jelentős Fidesz előnyt. Hát, az más kérdés, hogy a kétharmaddal kapcsolatban elég sokan szkeptikusak voltak, tehát ilyen szempontból tényleg meglepetésszerű. Meg ez a jelentős kifejezés is azért kérdéses, mert szerintem akkora nagy különbséget azért ők sem mertek prognosztizálni. Hát ha visszagondoltok, ugye a Mediánnak volt a hét elején, vagy talán még a múlt hét végén megjelent közvélemény kutatás, amiben volt egy mandátumbecslés, ami 128 mandátumot számolt akkor a kormányoldalnak, míg az ellenzéki összefogásnak 71-et, és akkor ugye még az a szenárió érvényesült, hogy mind a Magyar Kétfarkú Kutyapárt, mind pedig a Mi Hazánk nem jutott volna be az országgyűlésbe, és már akkor is csak 5 mandátumra volt tulajdonképpen abban a becslésben a kétharmadtól a Fidesz, tehát azért az ilyen szempontból beszédes volt, ugye 2018-ban is a Medián volt, aki a legpontosabb becslést tette, de nyilván mindenkit nagyon meglepett ilyen szempontból az eredmény. Az okait azt gondolom, hogy most a politológusok, közvéleménykutatók, újságírók és politikusok is keresik,
részben már felelősöket találtak politikai vezetők, ugye hét ellenzéki pártvezető Gyurcsány Ferenc és Jakab Péter is egy jó koreográfiával már Márki-Zay Péter miniszterelnök jelöltben megtalálta a felelőst és a hibást. Te hogy látod? Egyébként István is ezt hozta első számú oknak. Te hogy látod? Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon leegyszerűsítő logika, hogy a választási rossz szereplését az ellenzéki összefogásnak azt a miniszterelnök jelöltben találták meg. Én nem gondolom azt, hogy ne lenne elég erős hatása Márki-Zay Péter kampányban nyújtott teljesítményének annak, hogy végül hogy szerepelt az ellenzék, de önmagában azért ez kevés magyarázat arra. Ugye az ellenzék nagyon sok mindent mondott a választási kampányban. Beszéltek arról, hogy lejt a pálya a Fidesz felé, a választási csalásokról beszéltek, az egyenlőtlen média viszonyokból, amiben vannak részigasságok. Tényleg azt gondolom, hogy azért a Fidesz a kormányoldal jóval nagyobb erőforrásokból tudott dolgozni, és a nyilvánosság egy jelentős részét is kihasította magának, de ez sem magyarázza azt, hogy ugye összevetették a 2018-as ellenzéki eredményekkel, akkor ugye nem volt ellenzéki összefogás, és akkor 800 ezerrel több ellenzéki szavazó volt, mint most 2022-ben, amikor ugye megvalósult a teljes ellenzéki összefogás, amit valamilyen fajta csodafegyvernek gondoltak sokan az ellenzéki oldalon, hogy csak és kizárólag így lehet legyőzni Orbán Viktor. És hát ez azt mutatta, hogy az ellenzék összeállásának és rossz teljesítményének a kampányban, meg téves üzeneteinek köszönhetően 800 ezerrel kevesebb szavazójuk volt, mint 4 évvel ezelőtt. Ez azért nem csak Márki-Zay Péter hibája, azt gondolom. Mm. Igen, ahogy mondod, ugye itt a matek most nagyon nem jött ki, tehát a 2 meg 2 az nem 4 lett. De akkor te mégis miben látod az okokat? Mondhatsz akár többet is. Én 4 évvel ezelőtt is ezen az állásponton voltam, és akkor nem is voltam népszerű ezzel a véleményemmel. Ugye most is az volt, hogy nagyon sokszor van az, hogy nem a kormányoldalhoz sorolt újságírók, hogyha az ellenzékkel kapcsolatban is kritikát fogalmaznak meg, akkor mindenfajta kritikákat kapunk, hogy minket megvett a Fidesz, meg nem tudom micsoda, tehát hogy folyamatosan ilyen szempontból a hozzánk elvileg közelebb eső politikai oldaltól is nemtelen támadásokat kapunk. Pedig téves volt az a gondolkozás, hogy tulajdonképpen az, hogy az ellenzéki politika 4 éve semmi másról nem szól, de azt gondolom, hogy nem csak az elmúlt 4 évben, hanem mondjuk a körülbelül 8 éve ez a mantra van csak, hogy tulajdonképpen az ellenzéki pártoknak össze kell állnia, és akkor ez önmagában elég ajánlat lesz a választópolgároknak. Ez mind a politika technikai dolgairól szól, és nem tartalmi dologról. Tehát önmagában az, hogy összeállunk Orbán Viktor ellen, és az az egyetlen ajánlatunk, hogy mi nem a Fidesz és nem Orbán Viktor vagyunk, ez a magyar választópolgárok döntő többségének nem jelent alternatívát, vagy ez nem jelent egy világos víziót. Ez egyébként látszott az ellenzék kommunikációjában. Én egyébként nem is szeretem ellenzéknek nevezni őket ilyen szempontból, mert én azt gondolom, hogy ellenzékek vannak, tehát mind a mai napig ezek az ellenzéki pártok bár összeálltak a 2019-es önkormányzati választásokon, és most a 2022-es parlamenti választásokon is, de önmagában azért ezek a pártok és ezeknek a pártoknak a szavazói azért nem egy egységes ellenzéki tömb, nagyon különböző motivációjuk van, nagyon különböző élethelyzetben vannak, nagyon másfajta a világlátásuk, és ezt nem voltak képesek egységesíteni, és az nagyon kevés üzenet, hogy csak azért szavazzanak ránk, mert mi nem a Fidesz vagyunk. És
Sebestyén István itt velem szemben nagyon bólogatott. Abszolút így mondtál. Van, teljesen egyetértek, tehát a tartalmi kérdéseknek szerintem óriási jelentősége van, lehet a technológiáról beszélgetni, megvitatkozni, hogy a mekkora média túlsúlya van a jobb oldalnak, vagy a kormány oldalnak, vagy mekkora nincs, de azt gondolom, hogy ezzel az ellenzék, ha ezt mondogatja, vagy választási csalást emleget, ezzel nem lesz beljebb. Mert valamit kell mondani tartalmi szempontból, és tényleg az van, amit mondtál, nem csak, hogy 2 meg 2 az nem 4, mert olyan is elhangzott, hogy 2 meg 2 az 5, és majd ez az ellenzéki összefogás azokat is integrálja, akik például úgynevezett csalódott fideszesek. És ugye egyrészt azt egyetértek, hogy azt üzenték, azt mondták, hogy mi nem a Fidesz vagyunk, és fúj Orbán, és ezért szavazzatok ránk, de közben meg azt is mondták, meg Márki-Zay is ugye így határozta meg magát, hogy ő jobboldali alapvetően, és hogy a Fidesz politikájából azért nem mindent utasított el élből, hanem például a rezsicsökkentésre azt mondta, hogy hát ezt majd egy kicsit átalakítjuk, de azért nem dobjuk ki a kukába, vagy migráns kérdéssel kapcsolatban sem volt teljesen elutasító. Szóval ezt lehet csinálni, csak akkor tényleg miért szavazzon bárki az ellenzékre. És még egy dolgot behoznék, és ez pedig a háborúnak a kérdése, mert az szintén szerintem ellenzéki oldalról egy félreértés volt, hogy itt az emberek nem arra vágytak, hogy ebben a háborúban igazságot tegyenek. Tehát, hogy most kinek van igaza, és ki mellé kell odaállni, hanem megijedtünk, és azt mondtuk, hogy mi nem szeretnénk, hogy itt a háború szele ennél jobban megcsapjon bennünket. Mi nem akarunk odaállni egyik vagy másik oldalra, hanem ki akarunk belőle maradni. Szerintem ezt Orbán Viktor teljesen jól felmérte, és jól artikulálta. És megértette, és el is tudtam magyarázni, el is tudtam mondani, hogy békét és biztonságot, mire van az embereknek a legfőbb igénye, arra, hogy ne legyen háború, békében éljünk, ne szálljanak el az árak, se a rezsi, se a benzin, se az infláció, ne legyen korlátok nélküli, tehát ne szabaduljon el. Ezzel szemben az ellenzéki oldal pedig megpróbálta ezt ilyen erkölcsi, vagy ilyen igazságtételi alapon kezelni, ami szerintem egy súlyos félreértés van. Szabolcs? Igen, tehát, hogy szerintem az nagyon fontos megjegyezni mindenképp, hogy megbukott az a fajta ilyen toposz, ami tulajdonképpen a Márki-Zay Péter jelenséget körüllengte. Én egyébként ebben soha nem is hittem. Ez azért van, mert most ezzel én nem akarom megbántani a budapestieket, de én alapvetően egy vidéki származású újságíró vagyok. És Üdv a klubban! Igen, és azt gondolom, hogy lehet, hogy a körúton belül az emberek véleménybuborékba zárva el tudnak képzelni valamilyen fajta klasszik fideszes szavazót, és azt láttam, hogy a Márki-Zay Péter jelenség tulajdonképpen erre épít, hogy ugye az volt az ő ígérete, hogy azért kell az előválasztáson rá voksolni, mert hogy ő az, aki a baloldali és liberális választók mellett a Fideszben csalódott jobboldali érzelmi szavazókat is meg tudja szólítani. Ezzel a probléma csak az volt, hogy egyrészt sokkal árnyaltabban látom, mert azt gondolom, hogy bizonyos szempontból a Fidesznek egyáltalán nem csak jobboldali szavazói vannak a szó klasszikus értelmében, tehát hogy nagyon sokan vannak olyanok, akik azért nem azokért az ügyek, identitáspolitikai ügyek miatt szavaznak a Fideszre, amiket ilyen klasszikus jobboldali dolgoknak gondolunk, hanem egyszerűen a gazdasági stabilitás, a kiszámíthatóság, a különböző materiális üzenetek, a családtámogatási rendszer, tehát nagyon sok olyan dolog van benne, ami nem feltétlenül levezethető abból, hogy a Fidesz jobboldali párt, és amit még sokkal árnyaltabban látok, az, hogy ugye Márki-Zay Péter tulajdonképpen, már mondhatom, ezt április 4-e van, tehát tét nélkül minősíthetem így az ellenzék miniszterelnök jelöltjét, ő egy stílusparódia volt arra, ahogy azt gondolom, ahogy sokan Budapesten elképzelik, hogy milyenek a fideszes szavazók, tehát ő pont szerintem azokat a toposzokat igyekezett megjeleníteni a vélt fideszes szavazókról, amik azért a választópolgárok többségében nem működnek. Tehát tulajdonképpen ugye a migránshozásval
próbálta megszólítani az embereket, még jobban akart tenni, azt mondta, hogy nem csak a kerítés marad, hanem még európai határőrség lesz, és még azokat is kitiltjuk, akiket a Fidesz hozott be a különböző letelepedési kötvényekkel. Elmondta, hogy őt nem zavarják a melegek, ennek ellenére folyamatosan a választási kampányban arról beszélt, hogy különböző minisztereknek, államtitkároknak, kormánypárti politikusoknak milyen vélt vagy valós szexuális identitásaik vannak. Tehát, hogy itt nagyon sok olyan dolog volt, ami szerintem tipikusan az a fajta gondolkodása, hogy sokan Budapestről elképzelik, hogy milyenek a Fideszes szavazók, és most kiderült, hogy nem csak ilyenek. És ami tényleg nagyon beszédes az az, hogy ha megnéztétek a budapesti választási eredményeket, hogy nagyon sok, ugye az volt az általános vélekedés, hogy a főváros az egy ellenzéki fellegvár ilyen tekintetben. Hogyha megnézzünk bizonyos választókerületi adatokat, akkor az látszik, hogy nagyon szoros küzdelem volt olyan helyeken, amiket az ellenzék elkönyvelt, biztosan nyerhető körzeteknek. Én például nagyon csodálkoztam azon, hogy Kunhalmi Ágnes milyen kevéssel nyer. Vagy az, hogy például Pest megyében, ami ugye Budapest agglomerációjába, vonzás körzetébe tartozik, és például a országos médiában nagyon népszerű Szél Bernadett helyben hogyan szerepelt le, vagy Dorosz Dávid. Tehát nagyon sokan voltak olyanok, akikről azt feltételezték, hogy mindenképp meg fogják nyerni a választást. És ez azért van, mert hogy téves az a felvetés, amit gondolnak, hogy választás szociológiailag ezek az OLVK-k hogyan néznek ki. Tehát ott nem feltétlenül olyan gondolkodású, világlátású emberek vannak, mint amit ők a 18-as választási eredményekből levontak, ugyanis az ellenzéknek volt egy ilyen listája, ami a 2018-as választási eredményeken és valamennyire a 19-es Európa Parlamenti választásokon alapult, és ebből kalkuláltak, hogy a különböző OLVK-kban, ahol 50% alatt teljesített a Fidesz, azt ők automatikusan azt mondták, hogy hát itt nyerhetünk, hiszen itt ellenzéki többség van. Csak hát ez vezet vissza oda, hogy ez az lehet, hogy vannak nem Fideszre voksó emberek ott, de azok nem automatikusan lesznek az ellenzéki összefogás szavazói, és ez most nagyon erősen kiütött és megmutatta magát. Igen, hát ugye a csatatér elmélet gyakorlatilag megbukott. Tehát nem hogy csataterek nem lettek, hanem hogy az a 31 néhány körzet, amit az ellenzék teljesen magának gondolt, az sem lett meg. Úgyhogy ezt szerintem és ezt ami meg lett, ott is nagyon szoros az eredmény. Egyébként ugye sokan beszélnek arról, hogy mekkora szakadék van a főváros és a vidék között, de tényleg az van, amit Szabolcs mond, hogy igazából szakadékról nem beszélhetünk. Hát igen, tehát nyilván ott olyanok is vannak például, ahol ugye tehát tényleg vannak mondjuk vidéken olyan választókerületek, ahol mondjuk a Mi Hazánknak meg a Fidesznek is volt jelentős számú szavazója, de mondjuk a fővárosban azért sok helyen csak azért nem nyert a Fidesz, mert a tulajdonképpen ott azért a kétfarkú kutyapártnak is volt valamilyen fajta támogatottsága, és ami azt mondják, hogy inkább az ellenzéki összefogástól vitt el, de hát a Mi Hazánk meg elvitt néhány százalékot a úgymond jobb oldalról, és ha ezeket összeadnánk, mondjuk a kétfarkú kutyapártot hozzáadnánk az ellenzéki összefogáshoz, persze tudom, hogy ez nem így működik, de hogyha mondjuk ezt így megtennénk, és a másik oldalon összeadnánk a Mi Hazánk és a Fidesz támogatását, akkor nem biztos, hogy ezekről a választókörzetekről a fővárosban az derül ki, hogy ott baloldali vagy liberális gondolkodású szavazópolgárok voltak többségben, hanem egyszerűen a jobb oldalon is van egy olyan fajta megosztottság, úgymond, mint az ellenzéki oldalon, hiszen van az ellenzéki összefogás, ami egy nagy tömb, hát sokkal kisebb, mint a Fideszé, de egy nagy tömb, és ott volt mellette a kétfarkú kutyapárt, és a másik oldalon meg ott van a jobboldali gyűjtőpárt, a Fidesz, és van egy tőle jobbra levő nemzeti radikális Mi Hazánk. Tehát a fővárosban is azt gondolom, hogy néhány helyen csak azért nem lett meg a fideszes mandátum, mert ott a Mi Hazánkra szavaztak bizonyos jobboldali értelmű emberek.
Igen, hát lehet itt még matakozni, meg fogunk is. Szalai Szabolcsnak nagyon köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állt, és itt volt velünk. Én köszönöm. No, hát itt ugye az jön ki, hogy akkor az a matek, ez mégsem egyértelmű. Egyébként azért is kérdeztem, hogy szerinted mi az oka annak, hogy ez a vereség, ez ilyen mértékű vereség született, mert például Török Gábor, ő szóba se hozta Márki-Zay Pétert, ugye mindenki ezt mondja, hogy az első szám az az, hogy az ellenzék jelöltje, hát nem volt finoman szólva a helyzet magaslatán. Ő arról beszélt, hogy ugye az a elég nagy számú Jobbik bázis, az nem hozta azokat az elvárásokat, amikkel kalkulálta az ellenzék. Tehát azért nagyon sok jobbikos nem tudott egyszerűen a Gyurcsányékkal együtt gondolkodni, és ez okozta azt, hogy hát a Jobbiknak a szerepe szerintem egy teljes félreértésen alapult az ellenzék részéről, talán a Jobbik részéről is, bár lehet, hogy ők tisztában voltak ezzel. Ugye a Jobbik volt az a párt, amelyről azt mondták, és ez nagyjából így is volt, hogy a Fidesz után a legnagyobb vidéki beágyazottsággal rendelkezik, aktivistákkal, információs bázissal és hasonlókkal. Ez mára szerintem megszűnt. Vagy a Mi Hazánk egyszerűen felszippantotta azokat, akik korábban a Jobbikra szavaztak. Ugye 4 éve 19%-ot kapott a Jobbik, 1 milliós szavazótábora volt. A Mi Hazánk most 300-valahány ezer szavazatot kapott. Én szinte meg kockáztatnám, hogy azok, akik most a Mi Hazánkra szavaztak, azok a Jobbiktól érkeztek, vagy a nagyon nagy részük a Jobbiktól érkezett. És szerintem a maradék jobbikos vagy ex-jobbikos szavazók is még akár a Fideszhez is elpártolhattak, de az biztos, hogy a legnagyobb, tehát az ellenzéknek ez a 800 ezres mínusz, amit 4 év alatt összehoztak, ennek a jelentős része az egyértelműen a Jobbik szavazóknak a hiányát mutatja. Igen, ugye érdekes volt ez így az összefogásban, hogy ahhoz képest, hogy azért a Jobbiknak milyen hangsúlyos szerepe volt 18-ban, ahhoz képest itt az ellenzéki összefogásban épp, hogy csak egy ilyen kis megtűrt része volt az ellenzéki összefogásnak, itt lehet, hogy nagyon, nagyon félrelőttek. Igen, bár ugye a Jobbik nem járt rosszul a DK-val együtt, és az látszik, ugye nem véletlen, hogy a Jakab Péter és a Gyurcsány Ferenc volt az első, akik felszólaltak, és azt mondták, hogy Márki-Zayjal milyen rossz lóra tettünk, mert ők valamilyen szempontból érdekszövetségesek, és úgy tűnik, hogy szeretnék a jövőnek az ellenzékét meghatározni. És szerintem erre érdemes majd figyelni. Nagyon érdekes lesz, hogy az ellenzék ebből hogyan tud kijönni, melyik pártok vagy pártocskák lesznek azok, amelyek végleg eltűnnek, és melyek azok, amelyek majd kierősödnek, de az kétségtelen, hogy a Jobbik egy nagyon meredek irányváltáson van túl ezzel. Meglátjuk. Uh-huh. Most ugye a Mi Hazánkról beszéltünk, ugye nem sokan számítottak rá, hogy bejut a parlamentbe. Ugye mondta is Torockai is, meg többen a pártból, Duro Dora is, hogy egy nagyon kemény ellenszéllel szemben mentek, ami azért igaz. Ugye te írtál pont a Hetekben egy cikket, hogy a Facebook is lekapcsolta az utolsó napokban, és ugye hacker támadás érte a honlapjukat, tehát az sem működött. Ezzel kapcsolatban is ugye azért történtek érdekes dolgok eleve, ez volt a legdurvább talán, hogy egy pártot lekapcsoltak a Facebookon, de folyamatosan ugye ezek a tech cégek azért akadályozták a jobb oldalnak a kommunikációját. Ezzel kapcsolatban hogy látod, hogy mire lehet számítani akár a jövőben, hogy konzervatív jobboldali véleményeket így likvidálni? Hát szerintem egészen elképesztő az, amit a jelen esetben a Facebook megtett, ugye nem előzmény nélküli Torockai oldalát letiltották 2019-ben, és ugye az is megdöbbentő, hogy nem csak a Mi Hazánknak az oldalát, hanem azoknak a profilját, akik ott admin joggal rendelkeztek, tehát hogy egyszerűen leveszik őket a térképről. Én abban egyébként nem vagyok biztos, hogy ez nem hozott a Mi Hazánknak,
mert a mi hazánknak a szavazói, azok szerintem egy része pont ez a rendszerellenes, globalizmus ellenes szavazó, akiket ez akár mozgósíthatott is itt az utolsó napokban. Ez egy érdekes kérdés lenne ezt közelebbről megnézni. De ez ugye nagyon rossz irányt mutat. Én nagyon kíváncsi leszek arra a perre, amit ugye Torockai indított a Facebookkal szemben, a napokban talán első fokon eredményt vagy ítéletet hirdetnek benne. Ő ugye nagyon súlyos kártérítési összegre perelte be a Facebookot, meg az eredeti helyzetnek a helyreállítására. Ez a jövőnek egy nagyon fontos kérdése, hogy a nemzetállamok mit tudnak tenni a big tech cégekkel szemben. Ezt én akarom is kérdezni tőled, hogy szerinted mit tudnak tenni, és hogy miért nem tud egy megfelelő jogi szabályozás létrejönni a tech cégekkel kapcsolatban? Hát én nem vagyok ennek szakértője, tehát nekem csak ilyen benyomásaim vannak, nem biztos, hogy teljesen reálisak. De ugye egyfelől a Facebook egy óriási játékos, akinek olyan szintű anyagi, szakmai, jogi súlya van, olyan befolyása van, amivel ugye nagyon nehéz még a politikusoknak is mit kezdeni, hiszen maguk a politikusok vannak fönn a Facebookon, ezt használják kommunikációra nagyon nagy arányban. A másik, hogy szerintem az európai elitnek van egy olyan fajta globalista megközelítése és iránya, ami részben egyezik a Facebooknak a hogy mondjam, ha lehet ilyet mondani, ilyen ideológiai hozzáállásával. És ezért azok, akik a Facebook áldozatai, és mondjuk ilyen out of trend szereplők, tehát nem a mainstreamnek a részei, mint a mi hazánk, vagy bizonyos értelemben még a keresztényekre is lehet ezt mondani, ugye a Heteknek a egyik házasságot reklámozó címlapja kapcsán is letiltották egy időre a Heteknek az értékesítését. És ilyen sztorikból van több is. Na, rövidre fogva a lényeg az, hogy szerintem az európai elit jelentős része azt gondolja, hogy nem kár ezekért a szereplőkért, tehát nyugodtan tiltsa le a Facebook. Hát igen, csak a liberalizmusért meg kár, ugye, amit meg folyamatosan hangoztatnak, csak éppen valahogy a gyakorlatban ez nem igen. működik. Most én nézek itt a kollégáimra, de nagyon, nagyon ingatják a fejüket. Deák Dánielt szeretnénk bekapcsolni, de nem tudom, vonalban van? Nincsen. Nincsen, úgyhogy akkor a Dani szerintem alszik ma délelőtt. Úgyhogy akkor folytassuk, nagyon, nagyon kevés időnk van még itt a kampányról is érdekes lenne beszélni, de a jövőről is, mert egyébként, amit mondtál, hogy azért, hogy ebből hogy fog kijönni az ellenzék, mert ugye eddig ott volt a remény, hogy ha összefogunk, és össze kell fogni, és akkor részben összejött már 18-ba, de most aztán tényleg furra összejött, és így is egy hatalmas vereséget szenvedtek, hogy akkor hogyan tovább? Hát ez egy nagyon nagy kérdés, én erre nem tudok még válaszkísérleteket sem adni, mert szerintem ellenzéki szempontból ez egy nagyon reménytelen dolog. Szerintem azzal kéne kezdeni, hogy valahogy a valósághoz közelíteni, hogy egyáltalán mi zajlik, mi történik körülöttünk, az emberek hogyan gondolkoznak, hogyan éreznek, ezt jobban megismerni. Ha ezen az úton el lehet indulni, akkor szerintem fel lehet építeni egy új ellenzéket. Ugye Márki-Zay éppen erre utalt, hogy akkor ő majd ellenzékváltó erő lesz, de ez ugye akkor sem volt egy reális kijelentés, és nem is történt meg. De hogy mi a jövő, azt szerintem nem csak az ellenzék szempontjából merül fel, hanem a kormány szempontjából is. Ugye előre mondta mindenki ellenzék kormány oldal egybehangzóan, hogy egy nagyon mély válságra kell készülni, és ebben a és részben szerintem ez is hozzájárult ahhoz, hogy inkább a kormány oldalt erősítették meg a szavazók, mert a jelölteknek a kompetens volta, az nem volt összemérhető. Tehát az, hogy Márki-Zay Péter hogy beszélt össze-vissza bizonyos kérdésekben, meg milyen nyilatkozatokat tett, ez ugye nagyon-nagyon amortizálta az ő róla kialakított képet, hogy ő kompetens lenne az ország vezetésére. De az kétségtelen, hogy a Fidesz is egy nagyon komoly
időszak elé néz. Gazdasági válság, háború, ezek... Ezért mondom én azt, hogy szerintem még majdnem fontosabb kérdés, vagy súlyosabb kérdés, hogy kormányoldalon mi lesz a jövő. Igen, ugye Orbán Viktor erről nem beszélt az este folyamán, ugyan kérdezték, hogy hogyan tovább, mondta, hogy ugye először meg kell nyerni ezt a választást, aztán majd tovább gondolkodunk. Hát ugye ma már kormányülés van. Tehát, igen. És ez is jelzi, hogy ők szerintem teljesen értik és érzik ezt, hogy rendben van, hogy éjszaka még ünnepeltek. A realitáshoz. Hétfőn már dolgozni kell. Igen. Igen, ugye említetted ezt a realitás érzékelést, azért 2018-ban ugyanez volt szerintem, és azért 4 év alatt ennyire nem tanulni, nem tudom, hogy a következő 4 évre azért neked van ezzel kapcsolatban bármi nemű reményed? Hát ugye 4 évvel ezelőtt az volt a mondás, azóta az volt a mondás, meg már picit előtte is, hogy az összefogás. Tehát ellenzéki oldalról... Igen, csak akkor is, hogy akkora győzelmet vizionáltak, hogy... De csak annak aztán végképp nem volt. Tehát egy széttöredezett ellenzéknek, az ellenzéknek a logikája papíron tökéletesen működött. De csak papíron. Tehát az éltethette az ellenzéki szereplőket, hogy majd lesz előválasztás, ugye más országokban, más politikai berendezkedésekben ez jól működik. És talán a jövő is ez nem? Tehát, hogy más alternatívát nagyon... Hát ezt nagyon látni. Nehéz megmondani. Ez nagyon, hát nem működik, tehát hogy lehet kiválasztani valakit, de aki a táboron belül népszerű, de a mögé felsorokasztatni minden ellenzéki szavazót, az szemmel láthatólag nem működik, és nem feltétlen azért, mert éppen Márki-Zay Péter volt akinek integrálnia kellett volna, hanem megkockáztattam, hogy ez Karácsony Gergellyel, vagy éppen a bármelyik másik szereplővel, aki rajta, akár nem működött volna. Uh-huh. Igen, ők ugye visszavonultak nagyon Gyurcsány Ferenccel együtt, és ugye Jakab Péter is el sem mentek, vagy Jakab Péter legalábbis nem ment el ugye már a záró bulira, és ami nagyon beszédes volt, hogy Márki-Zay Péter mögött a családja állt. Tehát gyakorlatilag se egy kommunikációs tanácsadó, tehát senki gyakorlatilag a kampánystábból, hanem a családja sorokozott fel mögötte. Ugye döglött oroszlánban nem élik belerúgni, de... Az azért nagyon megdöbbentő volt számomra, hogy Márki-Zay úgy pozícionálta magát, mint aki továbbra is az ellenzéknek a vezetője, és hogy megvédünk benneteket. Itt maradunk, veletek maradunk. Igen. Szerintem nagyon kevesen szeretnék ezt az ellenzéki oldalon, hogy ő itt maradjon, és velük maradjon, és megvédje őket. Uh-huh. Szóval arról ugye, hogy még kezdetben ugye az volt a terv, hogy megszólítani a jobboldali szavazókat is. Most ehhez képest még, hogy ekkora vereséget szenvedett, még egyet rugott a Fidesz szavazókban, mert azt mondta, hogy hát, hogy imádkozik értünk, hogy nem tudják, mit cselekszünk. Nem tudjuk, igen, mit cselekszünk. Igen, ugye ez a Jézusnak az imája volt, ugye, a kereszten. Szóval megszólít, az biztos, hogy megszólít, csak az a kérdés, hogy hogyan. Ez azért furcsa, mert ugye ő egy baloldali közösséget kellett volna, hogy összefogjon. Na most rendszeresen bibliai idézetekkel baloldali embereket motiválni, az azért egy érdekes törekvés. Szemmel láthatólag nem sikerült. A másik oldalon pedig a keresztényeket, akik valóban keresztény, akiknek valóban keresztény identitásuk van, ők pedig arra csodálkozhattak rá, hogy ennyire a saját érdekei szerint idézi például a Bibliát. Tehát, hogy boldogok vagytok, hogyha üldöznek benneteket. De ugye ez nem azért mondta ezt Jézus, hogyha a politikai nézeteitek miatt üldöznek benneteket, hanem hogy az én nevem miatt. És kit üldöznek most a politikai nézetei miatt, kérdezem én. Igen. Meg szóval, hogy ezek én, hogy mondjam, lehetne erről sokat beszélni, nem tudom, hogy van-e még értelme ezek után, de számomra megdöbbentő volt, hogy ő még tovább, nem azt mondta, hogy elvesztettük, sajnálom, lemondok,
visszavonulok, elmegyek. Vagy nem mondjon semmit, ne beszéljen 15 percen keresztül egy ilyen helyzetben, mert tényleg, ugye most én is mondok itt egy bibliai idézetet, de sok beszédben elmaradhatatlan a vétek, és annyi hülyeséget mondott sajnos, és tényleg, ha 5-2 percet beszél, és azt tényleg elmegy aludni, és átgondolja, akkor lehet, hogy másnap már azért sok mindenben más mond. Hallani lehetett ilyen vélekedés is, hogy itt ugye nem csak kommunikációs problémák voltak, hanem hogy karakterbeli probléma, és egy picit azért hajaz arra, amit te is mondasz, hogy gyakorlatilag jobboldali emberként egy baloldali tömeget kellett megszólítania folyamatosan, és ugye egy baloldali összefogást kellett volna összetartania. Nem tudom, hogy ezzel egyet értesz, hogy egyáltalán ez lehetséges-e, és nem ebből fakadtak ezek az óriási kommunikációs bakik, hogy egyszerűen magában az emberben nem volt harmónia. Ugye sokszor úgy beszélt össze-vissza, hogy egyik nap mondott valamit, a másik nap megcáfolta, vagy letagadta, vagy magyarázkodott, de volt olyan helyzet is, amikor azt mondta, hogy államférfiként ezt gondolom, jobboldali vallásos emberként, vagy keresztény emberként meg az ellenkezőjét. Tehát, hogy egy ilyen zűrzavar van magában Márki-Zay Péterben, amiatt, hogy két olyan szerepben kellene megfelelni, ami összeegyeztethetetlen és átjárhatatlan. Igen, ez kétségtelenül így van, de szerintem ennél még egy fundamentálisabb probléma ellenzéki szempontból, hogy nincs egy közös identitásuk. Ugye a Fidesz szerintem azzal, hogy mondjam, a Fidesz szerintem nem a politikai technikával, vagy a választási technikával nyerte meg ezt a választást sem, hanem azzal, hogy képes volt közösséget építeni. És ez most lehet, hogy nagyon furcsán hangzik, de ha valaki megnézte mondjuk a tegnapi Orbán győzelmi beszédet, hogy ott milyen érzelmi átélés volt, és túlfűtöttség volt, és éneklés, és újongás, ami egyrészt nyilván szól a sikernek, de annak is, hogy van egy közösségi élmény, hogy ezt együtt értük el, hogy egy politikai közösségnek a részei vagyunk, aminek van egy jól körülírható identitása, meg tudjuk határozni magunkat, hogy mi kik vagyunk, hogy mi nemzetiek vagyunk, hogy szeretjük a hazánkat, hogy keresztények vagyunk, és hasonló, ami a baloldalon nagyon-nagyon nyomokban érhető el. Hát meg nem is érhető el tulajdonképpen, mert a baloldal azt mondja, hogy nem kell ennyire tolni a családokat. Most úgy a baloldali értem, pártok, de mondjuk a Jobbikban meg ez egy nagyon fontos érték. Úgy értem, hogy egy baloldali identitás, egy közös identitást én nem vélek felfedezni. Tehát a Jobbikot próbálják házasítani mondjuk a DK-val. Ugye a Jobbiknak az elmúlt évében volt egy nagyon erős akár orosz vonal, tehát hogy Oroszországhoz kapcsolódott, kötődött, a DK soha nem volt ez, és ők európai pártként határozzák meg magukat. Tehát ezt összeházasítani az rettenetesen nehéz. És ugye nem lehet integrálni embereket, nem lehet 6 különböző pártot meg a szavazóikat úgy integrálni, hogy nem mondok nekik valamit, közös nevezőt, ami a közös identitásunk, akik mi vagyunk, akik mi leszünk, hogyha megválasztotok bennünket. És szerintem túl a politikai technikákon, meg a választási technikákon, amiben nyilván a Fidesz tapasztaltabb, ügyesebb, több erőforrással rendelkezik, és lehetne sorolni, de ez egy alapvető különbség szerintem. Igen. Hát lejárt sajnos az idő, és azt gondolom, hogy még nagyon csak a felszínt kapargatjuk itt ennyivel a választások után, ugye nagyon, ráadásul jó fáradtan karikákkal a szemek alatt, de István, nagyon köszönöm, hogy bejöttél, és azért itt sok minden elhangzott, ami azt gondolom, hogy igazság, de hát nyilván, hogy ez az elemzés, latolgatás, ez folytatódik a mai nap során. Nálatok is a hetekben, meg itt is a Hit Rádióban. Köszönöm, hogy itt voltál. Én köszönöm.